Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Ez a Kanizsa TV híradója január 9-én szerdán. Nézzük először fontosabb híreinket röviden. Javaslat. Hétfőig küldhetik el jelöléseiket a városnapi elismerésekre a civil szervezetek. Feltöltődés. Karoson fürdőztek a kanizsai szeniorklubok tagjai. A program célja a gyógyulás és az egészségmegőrzés mellett a közösségépítés. Bővül a kínálat. Paintball pályát építenek a gyerekeknek a zöld táborban. A szükséges felszerelést már megvette a Nogesz. Most pedig a részletek és további híreink. Várják a jelöléseket a városnapi elismerésekre. A 25. városnapján Nagykanizsa közgyűlése három kategóriában ad át kitüntetést. Javaslatokat a díszpolgári címre, valamint a Nagykanizsa városért és a város címere díjakra méltó jelöltekre lehet adni, akik munkásságukkal, vállalkozásukkal öregbítették Kanizsa hírnevét. Javaslattételre a civil szervezetek képviselőinek van lehetősége a polgármesteri hivatal portáján átvehető és ott kitölthető űrlapon, vagy online a nagykanizsa.hu internetes oldalon leírt utasítások szerint. Természetesen várunk jelölteket és jelöléseket, már érkeztek hozzánk. Január 15-e a határidő. Egy űrlapot kell kitölteni, és mellette röviden, lényegre törően méltatni a felterjesztett személynek a munkásságát, aki Nagykanizsa városáért tett az elmúlt években, évtizedekben, és hát remélem, hogy méltó helyre kerülnek majd ezek az elismerések, és arra kérem a közösségeket, akik jelölhetnek, hogy ezt tegyék meg. A városnak a honlapján megtalálható mind az űrlap, mind a felhívás, és mindazok a feltételek, amelyeket teljesíteni kell ehhez. Fürdőztek és töltődtek a kanizsai szenior közösségek Karoson. A Nagykanizsai Pro Bono Senior Klub és a Zalakarosi Fürdő közös akciót indított, amelynek keretében a klubtagok kedvezményesen vehetik igénybe a komplexum szolgáltatásait minden hónap második szerdáján. A rekreációs napra szóló kedvezményes belépőjegyüket váltják ki ezek a sorban álló nyugdíjasok. A Zalakarosi Fürdő és a Nagykanizsai Pro Bono Senior Klub közös akciójára több mint 160 klubtag érkezett. 2019 a gyógyászat éve lesz itt nálunk Zalakaroson, aminek a programsorozatnak az első lépése, hogy megállapodtunk a Nagykanizsai Nyugdíjas Klubokkal, hogy kedvezményes áron vehetik igénybe ma a fürdő összeszolgáltatását. Ennyi biztosan elég? A Pro Bono Senior Rekreációs Napot májusig minden hónap második szerdáján megtartják. A kezdeményezésnek a nyugdíjasok is örülnek. Már mi nyugdíjasok egy kicsit rozogák vagyunk, és nagyon-nagyon igénybe kell venni ezeket a szolgáltatásokat, hogy egy kicsit felfrissüljünk. Van, akinek nem csak az egészségmegőrzés miatt tetszik ez a lehetőség. Mind a két lábamban csipőprotézis van, úgyhogy azt hiszem, hogy ez a fürdő nagyon jól tesz neki. Egyszer, másodszor meg a maga a csoport az mindennél többet ér nekem, hogy együtt lehetek velük. A klubtagok a Kanizsai Idősügyi Tanács projektje keretében pihenhetnek a fürdőben. Az Idősügyi Tanács már elfogadta az Egészséges Nagykanizsát programnak a ütemtervét. Ez egy 5 éves ütemterv, aminek a részeként ugye tavaly már elkezdtük a egészséges táplálkozás, illetve a rendszeres testmozgás témakörében a különböző programokat, rendezvényeket, és 2019-től épült be a úgynevezett rekreációs szolgáltatások. A nyugdíjas klubtagok az akció keretében használhatják a két beltéri gyógyvizes, valamint a termálmedencét, a szaunaudvart, illetve az élményfürdőt is. Paintball pálya épül a zöld táborban. A festékgolyókat lövő játékhoz 10 teljes gyermekfelszerelést, vagyis puskákat, melvérteket és sisakokat is vásárolt a Nagykanizsai Gazdasági Ellátószervezet. A kezdeményezés célja, hogy újabb elemmel bővítsék a gyerekek szórakozási lehetőségeit a csónakázótónál. Az általános iskolásoknak szánt pálya nyárra készül el, a diákokat péntekenként várják majd a zöld tábori festékharcra. A tervek szerint az új játékot kedvezményes áron lehet majd igénybe venni, így akár születésnapi összejövetelek zsúrok programjává is válhat.
Egy újabb tevékenységgel bővítjük a zöld tábort, méghozzá a paintball-lal. Gyermekpaintballt fogunk kialakítani, egy paintball pályát a zöld tábor területén. Az a célunk, hogy még többen jöjjenek el a zöld táborba, és még jobban kihasználjuk ezt az önkormányzati ingatlant. 10 darab fegyvert vásároltunk, illetve hozzákapcsolódó melvédet és sisakot. Ezt általános iskolák gyermekek számára fogjuk biztosítani ezt a szolgáltatást, és úgy tervezzük, hogy hetente egy-egy alkalommal lehet kijönni, és igénybe venni ezt a tevékenységet. Egy külön akadálypályát fogunk ezért kialakítani a zöld táboron belül. Most nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Kutyaruha. Nem a gazdák hóbortja, a lakásban tartott ebeknek lehet szüksége a védelemre a téli hónapokban. Felkészültek. Folyamatosan ügyelnek a vadak etetésére a gazdálkodók, ha kell, biztosítják a megfelelő mennyiségű eleséget. Kiadó helyek. Még két csapat nevezhet a jövő hétvégi foci tornára. Nem divat hóbort, a kedvencek egészségét is szolgálja a kutyaruha, mert az ebek megfázhatnak. Természetesen nem az udvaron tartott négylábúakról van szó, hanem azokról, akik lakásokban élik a mindennapjaikat. A nagy hőmérséklet különbséget ugyanis nem mindig tolerálja a kutyák szervezete, ez a kisebb termetűekre fokozottan érvényes. A ruházat tehát különösen fontos néhány fajta esetében, de az idősebb, esetleg beteg négylábúak is több odafigyelést igényelnek a téli hónapokban. A kereskedők szerint a kutyaruha ma még mindig megosztja az embereket. Nagyon sokszor vesszük azt észre, hogy a családban, mondjuk egy házasságban az asszonyka szeretné öltöztetni a kutyát, és jogosan, igaza is lenne, ám az apuka meg azt mondja, hogy nem kell öltöztetni, nem bohóc ez a kutya, és ilyenkor nagyon sokszor el kell magyarázni, hogy bizony ez nem arra való, hogy most tetszelegjünk az utcán bárkinek is, bár azért hozzá kell tenni, nagyon sokan divat hóbortként is tekintenek rá, mindenféle ruhákat adnak a kutyákra, de természetesen itt meg kell magyarázni a gazdiknak is, hogy bizony fel kell öltöztetni azt a kutyát, hogyha nem akarják, hogy megfázzon. Folyamatosan ügyelnek a téli vadetetésre. Ebben az időszakban kiemelten figyelnek a vadgazdálkodók, és amennyiben szükséges, ellátják a megfelelő mennyiségű táplálékkal a területüken élő vadállományt. A vadászatra jogosultnak minden esetben foglalkoznia kell, gondoznia kell a rábízott vadállományt, ami ugye állami tulajdon, és a meghatározott lelövési tervek alapján gazdálkodni ezzel a vadmennyiséggel. Ahhoz, hogy ezt sikeresen tudja tenni, és eredményesen tudja tenni, természetesen ez hozzátartozik egy intenzív vadetetés is, hiszen a vadászatoknak az előkészítésénél szükségszerű a vadnak a helyhez szoktatása, a vadnak a folyamatos etetése. Természetesen ezen kívül a téli időszakban minden vadgazda, aki normál vadászként gondolkodik, vagy felelős vadgazdaként gondolkodik, ilyenkor azért számba veti a vadállományát, számba veszi, és azokon a helyeken, ahol időszakosan táplálékhiány lép fel, már pedig táplálékhiány lép fel a mezőgazdasági betakarítások után, megadja a szükséges kiegészítő táplálékkiegészítést a vadnak, legfőképp azért, hogy a vad a természetbe, természetes környezetébe minél kevesebb kárt okozza, minél kevesebb kártérítési kötelezettsége keletkezzen, és emellett azért egy megfelelően egészséges, stabil állományt tudjon fenntartani. Nem telik tétlenül ez az időszak sem a mezőgazdászok és a gazdálkodók számára. Ilyenkor tervezik meg az idei munkák elindítását és az azokhoz szükséges teendőket. Ehhez pedig évről évre felhasználják a legutóbbi esztendő tapasztalatait és a legújabb ismereteket is, valamint figyelembe veszik a tápanyag utánpótlás, a növényvédelem szükségleteit és az agrotechnikát is. Egyébként a szántóföldi növénytermesztést illetően jó év volt a 2018-as, és ugyan sokat lehet hallani a globális felmelegedésről és annak hatásairól, a gazdálkodók többsége megmarad a már jól bevált növényeknél. Magyarországnak a klímája nagyon jó, abból a szempontból, hogy nagyon sok növény termeszthető. Ezáltal a repertoárban nagyon sokfélét be is lehetne venni, csak az a kérdés, hogy van-e rá piac, és el lehet-e adni, van-e rá megfelelő kereslet, mert ugye hiába van az, hogy meg tudjuk termelni jó minőségben, úgyhogy jövedelmező legyen, és egészséges alapanyagot képezzen az élelmiszeripar számára, de viszont nem biztos, hogy lesz is feldolgozó, aki igényli ezt a terméket.
Hajók, pipák, faragott képek címmel nyílt kiállítás tegnap a HSMK-ban. Az Én hobbim sorozat legújabb tárlata a január elején elhunyt Zalavári Lászlónak állít emléket. Zalavári László 1938-ban született Miklósfán. Az általános iskola befejezése után őt és családját az Alföldre telepítették ki, az ott töltött idő pedig meghatározta életét. Később visszatérhettek Nagykanizsára, ahol vasutasként dolgozott egészen nyugdíjba vonulásáig. Első favitorlását kisunokájának építette, amit olyan híres vitorláshajók makettjei követtek, mint a Golden Hyde, az Ariel vagy a Festeticsek Phoenix gályája. Az angol királyi hadihajót a Bounty-t betegsége miatt már nem tudta befejezni. A tárlaton 44 darabos pipa gyűjteményét és néhány faragott képét is kiállították. Zalavári László 81 éves volt. A mai napon nyílik Zalavári László ezzel a címmel a kiállítása, ami egy sajnálatos esemény, hogy szombaton elhújt a László, és tulajdonképpen most egy emlékkiállításra kerül sor a hobbi gyűjteményéből, amit ő maga készített, vitorláshajókat épített, maketteket, valamint gyűjtötte a pipákat, és mivel ügyeskező volt, néhány faragott képet is készített. Itt az intézmény előcsarnokában egészen január 31-éig megtekinthető ez a kiállítás. Hát akik ismerték és szerették, remélem eljönnek és megnézik ezt a kiállítást. Még két csapat jelentkezhet a 8. Szabadics-Kanizsa kupára. A jövő szombaton induló teremtornára eddig 22 gárda nevezett. A kupán a legjobb környékbeli kispályás csapatok, valamint baráti társaságok mérik össze tudásukat, sőt az elmúlt évekhez hasonlóan idén is érkeznek horvát alakulatok. A két kiadó helyre január 16-áig, jövő szerdáig lehet jelentkezni telefonon és e-mailben. Az elmúlt évekhez hasonlóan nem csak Nagykanizsáról, hanem Zalaegerszegről, Lentiből, illetve Horvátországból is érkeznek hozzánk csapatok. A tavalyi győztes délzalai vízmű esének esélye lesz arra, hogy megvédje címét, ami nagyban megkönnyíti a dolgát, hogy a két évvel ezelőtti győztes Lapland, illetve az elmúlt 7 évben mindig négy közé kerülő tip-top csapata sajnálatukra különböző okok miatt nem indulnak ezen a tornán. Jelen pillanatban 22 csapat nevezett, várunk még két csapat nevezését, hogy fel tudjuk tölteni a 24-es keretet. Szombaton 8.30-tól 20 óráig, illetve vasárnap 9-től 16 óráig lesznek a mérkőzések, amire várunk sok szeretettel mindenkit, aki szereti a futballt. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Javaslat. Hétfőig küldhetik el jelöléseiket a városnapi elismerésekre a civil szervezetek. Feltöltődés. Karoson fürdőztek a kanizsai szeniorklubok tagjai. A program célja a gyógyulás és az egészségmegőrzés mellett a közösségépítés. Bővül a kínálat. Paintball pályát építenek a gyerekeknek a zöld táborban. A szükséges felszerelést már megvette a Nogesz. Ez volt a Kanizsa TV híradója január 9-én, szerdán. Híreinket megtalálják honlapunkon a kanizsatv.hu oldalon. Figyelmüket munkatársaim nevében is köszönöm. Viszontlátásra!